Jaj, Istenem, végre egy kis kávészünet már itt a 2 óra között van egy kis időm, nem nekem kell kinnen. Anya Gyulikám, mi az? Igen, Annácska? Mi van vele? Mi van Annácskával? Igen, tudom, te vagy az osztályfőnöke, nyilván igen, és nem hozott toltartót. Hát neki nem kell írni, megjegyez mindent, nem érdekes. Mit? Hát jó, hát akkor majd, ha előírás, akkor majd legközelebb hoz, jó? Nyugodj meg. Na. Mit? Nem csinált házit? Hát nem csinált házit. Hát ha tud mindent, minek csináljon házit? Mondd meg nekem, ha mindent tud. Hát nem szerencsétlen az a gyerek, hanem mindent tud. Aki tudja, az ne csináljon házit, nem? Jó, beírtál neki ezért egy fekete pontot, vagy mit? Jó van. Nem érdekel. Hát, úristen. Soha nem kérdezték meg, hogy hány fekete pontja van egy gyereknek nem tudom én, egy fizikai kongresszuson. Mi van? Igen, mit csinált kint az udvaron? Hát, rohangál, hát mit csináljon? Menetelje, mint a fricek, vagy mi? Hát, úristen, gyerek, te jó Isten, figyelj már, Julikán, ezt a sok fasságot, amit itt előadt, ezt minden szülőnek előadott, tényleg? Vagy csak engem tisztelsz meg, mint kollégát? Hogy kérdezzem, mert hogy a te gyereked faszon falván az mindent jól csinál, vagy mi van? Hallod? Minden szülőnek megírod ezeket, hogy a gyereke rohant az udvaron, vagy hogy nem, vagy mi van? Akkor hagyják, akkor koccanj már le innen, húzz a bús bicsába. Istenem!